All fails in this day. Streets are blue. I'm in love. That you're the one. Kedves közönségünk! Nem folytatom tovább, itt a vége, de igazság szerint a délelőtt legélménydúsabb műsorszáma következik, a tanári élő műsor. Dráma lesz, ókori görög dráma, vagy tragédia, vagy komédia, azt még mi se tudjuk egyrészt, másrészt majd ti a végére eldöntitek. Minden esetre a drámához szükség van kellékekre, például szakértőkre, úgyhogy következnek most az ókor történeti szakértőink, a párkák. A párkák a görög mitológiában a sors isten női voltak, akiknek jogukban állt még az istenek sorsát is befolyásolni. Érkeznek most ők hárman. Nona, a biztos kezű, aki fonja a sors vonalát. Decima, a tévedhetetlen, aki méri a sorsvonalát. És a harmadik Morta, az engesztelhetetlen, aki elvágja az életvonalát. Na de várjunk csak, Isten nőket mondtam, itt valami tévedés van. Nem értem, mi az a zajos nem diszkrimináció. Éjjel, emancipáció. Le a nő uralommal. Akárcsak. Akárcsak a Brian életében, mi is lehessünk nők. Lehessünk párkák. Lehessünk a Isten utasait elcsábító szirének. Lehessünk ápolónők. Lehessünk óvónénik. Zavaró közjáték után hagyjuk a görög demokráciát, és nézzük másik szakértőinket, mert hogy egy görög dráma mit sem ír kórus nélkül, és kik a legszebb énekesek a görög mitológiában? A szirének természetesen, jönnek a szirének, vagy szirénák. Között már megint egy férfi, de már nem is mondok semmit sem. Mi tehát készen állunk? Ti készen álltok? Akkor kezdődjék a műsor, a történet, melynek helyszíne az Olympos lesz. Az Istenek lakhelye az Olympos, ugyanis. A szent hegy, ahová halandó nem teheti be a lábát. De amikor vihar van, akkor még az istenek is félnek felmenni oda, mert hogy a haragos Zeus villámokat szór le a hegyről ilyenkor.
főisten. Olyan idegesnek látszik. Hol a búbának a lelk? Nem találom a villámszóró Van de Graaff generátorát. Itt keresem. Nem az. Esik. Istenek, Zeus szólít benneteket, gyertek ide az Olimposzra tüstént! Szavára az istenek szépen sorban megérkeznek. Bevonulás! Enumeráció! A következő bevonuló isten Eros a szerelem és vágy istene. Érkeznek a három gráciák, a báj és szépség istennői. Következik a három fejű istennő. Herkules, Heraklész következik, aki erejéről híres. Nem csoda az Isten is, aki használtát, Filobendernek ő lett az égi területek kortársa. A szakértők megszólaltak. Következik Hephaistos, a kovács isten. Aki... aki legújabb találmányát is kiosztja nektek. Kiosztott a legújabb találmányát közöttetek. Úgyhogy következik Pallas Athéné, a művészetek és bölcsesség istennője. Nemesis, a megosztás és osztó igazság istennője. Afrodité, a szerelem és szépség istennője.
Viselt történészként felhívnám a figyelmet Afrodit öltözékére. Ez a klasszikus tunika Talaris, egy modern változata, tunika Tanaris. És Afrodité után rögtön Helios Heverios, a szőke napisten. Iphone, a bosszú állás istenője. Poszeidón a tenger, és esetünkben az uszoda istene, aki meghozta edzés tervét is. Tétis, szépséges tengeri nimfa. Pandora, a rábeszélés istennője. A bor és mámor istene. Pán Gábor, szőrös szarvas pásztor istene. Két arcú istennő, az engedelmesség és az alvilág istennője. Temis, Dömis, a rend istennője. Ki lehetne más? Következik Hux, az éjszaka istennője. Kirké, a görög világ legnagyobb varázslónője. Gaia, a föld rajzanya. Hermész, az istenek hírnöke. A legnagyobb az ember az istenek között. Egy napos korában elrúgta a teknősor a páncélt, azóta vezetésképpen évente teknő nélkül békákat ment egy végkében. Íris
következik a szivárvány istennője. Éra, a házasságot és születést védelmező istennő. Istenek, aki visszahozza nekem a medve erejű Takács Attilától, a Lapor Istenétől a generátoromat, Főisten tanárrá teszem a Timódiban. Ahhoz azonban, hogy kiválasz, ki méltó, hogy megküldjön a Lapor Istennel, három helyszínen három próbát kell kiállnatok. Három helyszín, három próba. Az istenek hát elindulnak a lejtőn, az első helyszínre, a pokolba. Akkor most induljunk el mi is a gyorsforgalmi úton a pokolba. Kapcsolja be, és szavazzon, melyik Isten pár jusson tovább. Szabálytalan, akár csak Éri Szalmáján legyen, csak megpróbálják megvesztegetni a közönséget. Szerencsétlen fölmáltók, ha tudjátok, lehetősége van, hogy a sors már úgyis eldöntötte ki jut tovább.
a párkák elrendezték az istenek sorsát. A tovább jutók pedig Eros, Pallas Athéné, Aglaia Grácia, Poszeidón, Tisziphone és Hermész. A következő szín a mennyország, ahol újabb feladat vár a felére csökkent Isten csapatra. Itt pedig a kiesettek. A többiek pedig kiestek. Most pedig az Istenek lesz a... Most pedig átadjuk a versenyzőt rövidre szabott verseny életét. Az életedek fonala megszakadt. Mondhatnám, hogy az Istenek leszavaztak. Hogy azt is mondhatnám, hogy a kocka el van vetve. Hogy azt is mondhatnám, hogy te meg a föld alá temetve. De azt is mondanám, hogy aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. Szomjas vagy látom? Egy üvegból kibontok, figyelj! Lehet, hogy nem vagy gyenge, de a szívedben marad a penge. Attól nem érzem, tovább jobban. A kocsit magomban robban. Tudom én, erős vagy persze. De a fejedben ott van a vejsze. Hogy vagy a fegyver csövével érzel. Ott már sem tél nem hét pénzre. És jelen vagy gazdag. Az égélek lesz a gazdag. A kocka van el a vetve. Mert a föld alá nem vetve. Végig a törvényektől megvéd. Senki se folyom álló. És a szabad a védő háló. A halálokás végén. A turnián végén. Rólam szólnak a hírek. Vele van tele a sajtó. A fotóra kíván jutni. Annak balra a második ajtó. A Szentpéter szigetekre már. De van között a fotónak. A mennyország turiszt. A legjobb szolgáltatás nyújtja. Hogy a mennyekben mond csak, melyik ajtón menjekben, kiadják. Hogy a mennyekben mond csak, melyik ajtón menjekben, kiadják. Hogy a mennyekben mond csak, melyik ajtón menjekben, kiadják. Hogy a mennyekben mond csak. Szkenderek megnéznek, hogy az Isten a pénznek. Sorban nyílnak a bankok, s az jelenti a rangot. Hogy mennyire állat az autód, mekkora mellő a nődés, hogy meddig bírod feltekerni, kocsiban a hangerőt! A kocsiban a hangerőt! Majd rólad szólnak a hírek, aki a pokóra kíván jutni, annak balra a második ajtó. A Szentpéter szigetekre már be van vizébe a kocsa. Meg a mennyország turiszt, a legjobb szolgáltatás nyújtja. Mi atyánk, hogy a mennyekbe mondtam, melyik ajtó a mennyekbe. Mi atyánk, hogy a mennyekbe mondtam, melyik ajtó a mennyekbe. Mi atyánk, hogy a mennyekbe mondtam, melyik ajtó a mennyekbe. Mi atyánk, hogy a mennyekbe mondtam. Csendesebben már! Jöjjön a következő próba! Igen, igen, a pokol után következik a menny. Tisza Dante! Mennyországban az isteneknek isteni tánccal kell versenyezni. Kérem az első bátor istenséget, ahogy látom, Hermész lesz az. Thank you.
annyi ticifoné. Istenem Poszeidón következik. Könnyű dolguk, következik Aglaja Grácia. Tovább.
próbálunk. Most következik a harmadik próba, a harmadik szín, a földi lét. Elérkeztünk tehát ide, a felére apad Isten mezőnye. A jelen, ez az a ház, kevés a luxus, szolíd a kényelem. Nagyon szeretnek szemembe, tedd a kezed a bal zsebembe, tudom be a hajamba, babamba. Nézd mélyen a szemembe, tedd a kezed a bal zsebembe, hajamba, tudod bele, hogy babamba. Lett a vasz, ünlom a szívele, kapsütötte utcán, állni most a jó. Virágzik a test, szívszerváció. Nézd mélyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe. Hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labam van.
kiderül, ki lesz a következő Isten. Poseidon! Jó, ez összes tesszeg, helyzetem az összes vesztesnek. Minden a belőlem urom, mi van nálam dollár, meg euró. A nyakadat a fejemet húzza le, hát rajtad még ez a gúny, te. Felkapom a pulcsit, a kacsiket pulcsi, ez a pulcsi. A dupatka váltos, kocsiban szállném a dombokat. Enyém lenne a kilátó, tudná a kilátót, hogy jó sok pénzünk van. Tovább a végső megérettetésre.
Az eredmény megszületett, én már látom. Aki győztes, Eros és Poseidon! Az életfonala megszakadt számotokra. Isten pedig mehet tovább, medve erejű, méregkeverő Takács Istenhez. Akarom mondani, Takács Istenhez. És van hátra, hogy a nagyjába a szigurva a leltárba vett Vandergaard Renelántorta. Az egyik Istennek, aki elviszi majd Zeus atyánknak. Ez pedig a ami a csörök kifér. Megkérném a két istenséget, álljon egyik, illetve másik oldalra. Előkészítem a kísérletet. Beleöntöm ezt a varázs folyadékot ebbe a üvegcsőbe. Másikba is beleöntöm. Ugyanannyi mennyiségű. Hozzáadom ezt a varázs összetevőt. Összekeverem. Az egyik Isten, másik Isten, hogy azzal csupomozzattal öntse bele a üvegcsövekbe, és meglátjuk, hogy kinek nagyobb hab, és mennyi idő alatt jön ki belőle. Hajrá! Ebből is látszik, hogy Erosznak nagyobb az erogén zónája, ezért megkérném Erosz, hogy vigyem Zeus atyánknak, hogy ezt a vadárban beleálltok, én meg elmegyek a sogatni. Ó, hatalmas Zeus! Meghoztam a villám csináló genet. Köszönöm. Végre itt van! Türelem, türelem! És próbálom rögtön. Erre volt szükségem, hogy energiát kapjak. Finálé, finálé, türelem! Hát, igen. Itt van az aranyszavazógép, hogy kár volt a bőzék. Versenyek is akkor nálunk. Akkor is próbálom. Thank you.
és kopaszom. A hangerőt már nem bírom. De ha már eljöttetek, egy kicsit még ilyen leszek. Ha rockerek, akkor is ilyen leszek. Egyedül húz, másik felé, mi a kiendeik. És feljegyek meg jól, rockomerben születtem én. Sör folyik a vér helye, márkány száll a domb fele. Nem is ment meg még lehet, még akkor is ilyen leszek. Megyek az út másik felé, kemény kő a szívem helyé. És feljegyeznek jól, októberben születtem én. Az én babám, falu legszebb lányom. Hogy ne volna, hisz én vagyok a párja. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. Figyelem, meghajlás, kedves kollégák, gyertek előre még egyszer. Szeretném megköszönni a kollégáimnak, akik ennyire passzi produkciót mutattak. Következő sor, gyertek előre, lehetek szüvesen. Kedves diákok! Zeus, a bőisten! Szeretném megköszönni mindenkinek a mai napos produkcióját. Elsősorban a kollégáknak, akiket ismét rá tudtam venni valami őrültségre. Úgyhogy még egy nagy tapsot nekik! Szeretném megköszönni a technikai stábnak, mert akár is itt, akár nem egy próba volt. Tehát együtt tudtunk kihozni a Magyi és a Csacsáikot, hát nagyon nagy munkát végeztek, mert tegnap kapták meg a forgatókönyvet. Úgyhogy tegnap a Magyi úgy dolgozott, mint a 8 keze lett volna. Úgyhogy köszönjük szépen a rádiósoknak is!
Szeretném megköszönni itt a Párkárnak és a színének a munkáját, amelyekünk ez a rendezvényületet volna létre. Szeretném megköszönni a diák önkormányzatosoknak, akik segítettek a programoknak a lebonyolításában, és szeretném megköszönni nektek, hogy ilyen szint számban itt maradtatok, és hogy bírtátok ilyen hosszú ideig ezt a végtelennek tűnő diáknapot. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer! Figyeljetek, ide jöttetek a Tinódiba! Tinódiba!